Itt a kukorica, ebből alkohol, fűtés, áram, orhidea, ebből. És amit felsoroltam, csak egy töredéke annak, ami lehet és ami lesz egy marék kukoricából, majd meglátjátok. Kaposszekcsőn járunk Tolnában, az ország első és egyben legnagyobb bioenergia farmján. Molnár István, aki a kísérőm lesz az üzemben, nagyjából a 2000-es évek közepéig cukorrépa termesztéssel foglalkozott, ma pedig már a fiával együtt például orhidea farmot üzemeltet. Hogy hogyan lett a cukorrépából virág, azt most hosszú lenne kifejteni, de a lényeg, úgy tűnik valóban igaz a mondás, ha egy ajtó becsukódik, akkor kinyílik egy másik, itt legalábbis most igaz volt. A következőben megnézzük tehát, hogyan lesz a kukoricából bioetanol, ha éppen nem üzemanyaghoz keverik, akkor mi mindenre használható mindez, és mi köze az egésznek az orhideához. De ami most a legfontosabb, mindazon folyamatokon át, amiket a következőkben végignézünk, az is nagyon világossá és érzékletessé válik majd, hogy bizony igen-igen sok energiát tudnánk kinyerni a kommunális hulladékunk rothasztható részéből is, ha külön gyűjtenénk, úgyhogy kezdjük is ezzel. Január 1-től működteti a MOHU, egyelőre még csak kísérleti jelleggel és egyelőre csak pár helyen az országban azt a szelektív hulladékgyűjtési rendszert, ami a konyhában keletkezett rothasztható hulladékfrakciót célozza. És hogy jön most ez ide? Hát úgy, hogy ez a barna kukából gyűjtött konyhai hulladék pont olyan biogáz üzemekbe jut, mint a kaposszekcsői, azaz a dinnyehéjból, a zöldségmaradékból, bármiből, ami szerves és ezáltal rothad, közvetlen energia nyerhető. Lássuk akkor hogyan, vagy lássuk, hogyan működik egy bioenergiafarm. Fő energiaforrásunk az a kukorica. Ja. Elég egyszerű dolgok miatt a kukoricából lehet az egyik legjobb minőségű alkoholt előállítani, és talán a legegyszerűbben, hiszen ez egy több mint 100 vagy 200 éves kiforrott technológia. A kukorica keményítőjéből. Így van. Igen. Így van, de lehetne búzát mondani, kasszaváról beszélhetünk trópusi körülmények között. Aki eljutott eddig a pontig, azt már nagy eséllyel foglalkoztatja egy gondolat. Miért nem használjuk a kukoricát arra, amire való? Miért nem etetjük meg állatokkal, és akkor ezáltal több élelmiszert lehet előállítani? A kérdés talán jogos, csak hogy fals a kiindulás. Takarmány kukoricában ugyanis olyan fokú túltermelés van a világon, hogy az összmegtermelt mennyiség mindössze 10%-ából lesz állati élelem. Keményítő tartalma miatt ugyanis a takarmány kukoricának ma már a legjelentősebb felvevői, például a papíripar, de készítenek a növényből lebomló csomagolásokat, vagy éppen mint itt is bioetanolt. Na, tehát itt történik a kukoricának a darálása, az erjesztéshez való előkészítése, egyben bizonyos enzimek, folyósító enzim és a víz beállítása. Ez a folyósító enzim azt csinálja, hogy a szemcséket teljesen szétbontja, mire bekerül az üzem belső területére, addigra lényegében egy pudingszerű anyag lesz belőle. A rendszer zárt, sok mindent nem látunk, de a lényeget azért hallottuk. A kukoricát ledarálják, a folyamatokat támogató enzimet adnak hozzá, aztán felengedik vízzel. A mixhez élesztő gombát és enzimeket is adnak, ezek segítik a kukoricában található keményítő erjedésének a folyamatát. Első körben itt a belső tartályokban kialakul a cefre, majd a külső tartályokban a kukoricasör, ami 14-15%-os alkoholtartalommal bír. Ezután a külső toronyban következik a lepárlás, avagy a desztilláció. Így jutunk el a közel 90%-os tisztaságú alkoholhoz. Ha valamit figyel a NAV árgus szemekkel, ez igen, a cső? Igen, igen, igen. Hát nem is ez a cső, a csőnek a másik, vagy annak is doboznak a másik fele. Igen. Itt már mi felelünk érte, tehát ez már a mi felelősségünk. Ja, mert hogyha fogyasztási alkohol lenne, nem tudom mi a neve, de akkor az egy jövedéki termék. Így van, tehát eddig a szeszmérőgépig minden folyamat ugyanaz. Aha. Innentől ugye ez a cső elvezeti a különböző tárolóinkba. A kukorica keményítőjéből nyert alkohol tehát döntően
ipari felhasználásra megy, most épp kézfertőtlenítő készül, de gyártanak belőle például kandallószeszt is, vagy éppen ablakmosó folyadékot. Akik követik a videóimat, azoknak ismerősek lehetnek ezek a felvételek. A MOL Almás fűzítői gyárában alapvetően ablakmosó folyadékot gyártanak, de amikor én a Covid időszakában ott jártam, az üzemet épp átállították fertőtlenítő gyártásra. De akár fertőtlenítő, akár ablakmosó, a lényeg, hogy ebben az üzemben is kukoricából előállított alkohol a fő alapanyag. A keményítőből tehát alkohol lett, de a ledarált kukoricából maradt hátra a száraz anyag is, ez a szeszmoslék. A szeszmoslék zárt rendszeren a zöld kupolás jurtákba, ahogy a fermentorokba jut, elrothasztják, és biogáz lesz belőle. És ezen a ponton kapcsolódik be a témába az otthoni rothasztható konyhai hulladékunk. Ezt a szintén szerves hulladékot ugyanis, ha külön gyűjtjük és a barna kukákba öntjük, akkor biztosan egy ilyen biogáz üzembe jut, és a szeszmoslékkal együtt a fermentorokba kerül, aztán biogáz lesz belőle. Innentől pedig az egész folyamat olyan, mintha egy fosszilis alapanyaggal dolgozó gáztüzelésű erőműben lennénk, csak hogy nem kell a folyamathoz földgáz. És villamos áramot bármivel tudunk előállítani. Igaz, lökésszerűen napelemekkel, szélerőművekkel, ezzel-azzal, de metánmolekulát nem tudunk. Azt venni kell. És sajnos a földgáz, mert ugye abban is CH4 van, nálunk is CH4 képződik, tehát ez teljesen átjárható egymás között, a metán az külföldről érkezik. Ez egy hatalmas politikai kitettség is, de hatalmas gazdasági kitettség is. És akkor, amikor nekünk nincs és venni kell, a más határozza meg, hogy mi ezt mennyiért tudjuk megvenni. Ezt kéne behozni az emberi tudatba, hogy öreg, ne a kukába dobd már, meg ami a kukába való, azt ne ebbe dobjad, mert ez érték. Idegen anyagoktól mentesnek kéne lenni ennek, hogy mi ezt használni tudjuk. Jelenleg kézi erővel a helyszínen kiválogatjuk, majd beértetjük az üzembe. Idegen anyagtól mentes, mit jelent az idegen anyag? Hát, hogy ne legyen benne műanyag, fém, fa, üveg. Csak olyan, ami rothad. Ami rothad, így van. Abból bármi bent lehet. Bármi. Mi a rothadási időt, a mi üzemünk akkora, olyan nagysággal rendelkezik, hogy a környék összes településének a hulladékát fel tudjuk úgy dolgozni, hogy másfél-két óra alatt bekerül az üzembe. Ezért is vállaltuk el a MOHU-nál ennek a kezdeti fázisnak a kezelését. Egyik oldalt, zöldek vagyunk, ez átment. Mert hozzátartozik, és a szemléletünk, a meggyőződésünk az, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. De most itt mondtad, hogy vannak itt ilyen maradványok, mert hogy ez most dolgoztátok fel. Hát igen, sokat nem előtetek érkezett, és akkor szaga, de hogy így van, mi benyomjuk rögtön, hogy minél kisebb szakhatást okozzunk vele. Hogy mondtad, hogy tök érdekes, hogy 34%-a az összemetünknek az ilyen rothasztható. Így van, hát biogáz. Jóléti társadalomban élünk, tehát többet vásárolunk, mint amit meg tudunk enni, meg jó magyar szokás szerint vasárnap kétszer annyit főz a háziasszony, mind amit elfogyaszt a család, mert jusson mindenkinek, és ilyen szemétbe kidobjuk a többit. De akkor tehát tényleg akkor zöldség, köret, paprika? Így van, amit látszik, krumpli darabok, sült krumpli, tojáshéj, mindent, amit a főzéshez használunk. Hál' Istennek sok nem maradt itt, ugye azért bement a gép, betolta a fermentorokba reggel, mielőtt ugye a felvételeket készítettük. De látszik az, hogy körülbelül ez az, amit a kommunális hulladék erjeszthető része tartalmaz. Főleg, mint mondtuk, köret, húsból azért keveset dobunk, arra mindenki vigyáz, kolbászból még kevesebb van benne, de igen. De hogyha ezt így külön szedjük, akkor ebből itt a mehet és biogáz. Így van, sőt, az egyik legjobb energia kihozatal ebből van, hogyha megnézzük az összes alapanyagunkat, hiszen ez tiszta keményítő. Tiszta keményítő. Na, ennél érdekesebb ezt nem lehet megmutatni, hogy tessék. Itt nem. Van, és pár óra múlva, mondjuk egy nap múlva pedig... Hát kicsit több, nyolc nap múlva megjelenik a hálózaton. Tehát mi történt? Metánt állítottunk elő rothasztható hulladékból. Metán egyébként számtalan módon keletkezik a természetben is. Az ittenihez hasonlatos fermentorokat gyakran nevezik például betonteheneknek, hisz a tehenek gyomra azt a takarmányt, amit nem képes megemészteni, ezt elrothasztja, a kérődéssel pedig metán kerül a légkörbe. De említhetem a mocsárgázt is, ami nem más, mint az ártéri erdők mocsaras lápos részén elhullott fák, növények, rothasztható
áradása, korhadása során természetes módon felszabaduló gáz. Egyébként, amikor ez a gáz random módon begyullad, azt nevezik, vagy nevezték Lidérc-fénynek. Szóval a lényeg, hogy a természetben a folyamat nem szabályozott, itt viszont az. Így a keletkező metánt rá lehet engedni gázmotorokra, el lehet égetni, és elektromos áramot lehet belőle előállítani. És akkor már csak az a kérdés, hogy mennyi energiát tartalmazhat a kommunális hulladékunk rothasztató része. Nagyon komoly mennyiséget. A becslések szerint akár 16 000 gigawatt elektromos energiát is ki lehetne nyerni belőle. Na most ez pont annyi, amennyi áramot a paksi atomerőmű egy év alatt termel. Végül pedig stiszerűen zárjuk be az áramkört, lássuk, hol és hogyan lesz áram a biogázból. És akkor itt az output. Így van, és ugye ott leküldtük a föld alá a biogáz, és itt jövünk ki a föld alól, mondom, minden föld alatt van nálunk, két gázmotorunk van, 1668 kW villamos áramot tudunk előállítani, mint mondom, jelenleg illetve az MVM Mavir rendszer működteti a gázmotorainkat, szabályoz föl, le, megállít, elindít, mindenfélét ő csinál. És miért jó a kép ott meg mögötte az elektromos vezeték? Hát most nem tudom, hogy az viszi be a városba. Hát ott van az elektromos vezeték, ami viszi most, be. Itt most pont igen, látjuk, igen, de abban lehet az az áram is benne, ami itt elmögött. Így van, mehet arra is. Ezt nem mi rendezzük, ezt az áramszolgáltató osszel, hogy merre fele viszi. A kibocsátást azt lehet látni a kéményeken, tehát itt is hatalmas fekete füstök működnek, és... Nem, itt lehet nézni. Ott lehet látni, az árnyékban. Ott nem lát semmit. Ott nem. Csak az, hogy remeg a levegő. Ja, amúgy igen. Levegő. Az baj lenne, ha ott látnánk, az jó, így ha itt van, az jó, ha itt látjuk. Így van. Na és a Bence csinálta meg azt, hogy hogyan kell Magyarországon ezen éghajlati körülmények között jó orchideát termelni. Akkor Bence elmondja most nekünk, hogyan készül a jó orchidea. Így van, pontosan. Hajrá. És akkor, amiről még nem, vagy csak részben volt szó, a biogáz üzemben rengeteg hulladékhő is keletkezik. Hisz például a toronyban, ahol a ceffrézés zajlik, 130 fok a hőmérséklet. Csak érzékeltetésképp annyi hulladékhő keletkezik, ami képes lenne ellátni a közeli Dombóvár teljes központi fűtési energia igényét, amivel a távvezeték rendszer nincs képítve, a hő egy jelentős részét saját üvegházakban hasznosítják, ahol orchideát termesztenek. És hogy miért pont orchidea? Pont az energia miatt. Az orchidea kedvéért ugyanis sokszor nyáron is fűteni kell az üvegházat, de emellett elég nagy a folyamat hűtési, párásítási és fényigénye is, a kvázi ingyen energia pedig hatalmas versenyelőny a piacon. Van olyan, hogy virágrangsor, hogy mit szeretünk a legjobban, vagy ilyen? Vagy hát vannak statisztikák hollandiai oldalon, Európa szintű. Amit én legutoljára hallottam, az még talán 17-8-as adat volt, de ez is egy nagyon beszédes adat, hogy... Tippelném, hogy vezet a rózsa. Nem. Rosszul tippelsz, mert 225 millió tő cserepes növényt mutattak ki, hogy nagyjából igen, annyit értékesítettek Európa szerte, ebből 195 millió az orchidea. Wow! Tehát egy... Elég magasan viszi a rangsort a cserepes növények, dísznövények oldalán az orchidea. Jó, ebben az is benne van, hogy meg kell otthon elküzdeni, kiírtjuk és újat kell venni. Lényegében hát ugye ilyen pici helyigénnyel, ilyen hosszantartó virágzást, szinten azért azt lehet mondani, hogy igénytelen növényről van szó az otthoni körülmények között is, nagyon-nagyon kevés növény tud, tehát azért ha jó helye van otthon, akár 6 hónapig is virágozhat egy ilyen növény, és dísze a lakásnak. Ezt nem nagyon találod meg másba. Az orchidea tehát igénytelennek számít, sok is van belőle, akkor felmerült viszont a kérdés, hogy miért számít drágának. Hát egyrészt azért, mert ahogy már volt is róla szó, nagy az energiaigénye, másrészt azért, mert a palántafázistól a virágzásig csaknem egy év telik el, és ez alatt az egy év alatt elég sok dolgon el lehet bukni. Nagyon meleg van. Például más-más hőmérséklet és páratartalom kell a palánta, és egész más a kifejlett növény számára, és persze tudni kell azt is, mikor, miből, mennyi, és még sokszor ez sem garancia sikerrel. Mennyi idő volt az, amire azt mondtad, hogy most már értek az orchideához? Most még most is azt mondom, hogy nem értek hozzá. Tehát még mindig vannak olyan megmagyarázhatatlan dolgok, hogy elkezdünk nevelni egy sarsot,
Behűtöttük, itt van, virágzik már szinte majdnem, és az utolsó egy hétben így összeesik az egész növény, és akkor köszönjük szépen az a fajta, ez az asztal mondjuk az így lehullik a bimbó, és nem értjük, hogy miért, mert nincs rá különösebb ok. A bencék által termesztett orchidea egyébként már csak nagyon távoli rokona a trópusokon termő faj orchideáknak. Ez az egyébként Phalaenopsis vagy lepkeorchidea igazából egy nemesített faj, amit kifejezetten a nagybari termelésre a virágüzletek számára fejlesztettek ki, illetve egyre gyakoribb, hogy áruházak, élelmiszerláncok is árulják, nekik ráadásul sokszor extra igényeik is vannak. A standardjeik meghatározzák például a színt, az alakot, de akár az egy tövön lévő virágok számát is. Azt a standardet próbálja meg megvalósítani ez a specifikáció, hogy minden kirakott tömegnövényként jól mutasson ott a képen, a boltban. Akkor ne egyenként. Nem egyenként tekintve, hanem az egész. Az egész, jó. Tehát, hogy a kép legyen úgy, hogy az azt mondja rá az ember, hogy ez szép. Wow. Amit levesztek lehet, nem is annyira fontos. Így van. De hogy szép legyen egyben. Így színes van. Legyen, nagy legyen. Tehát lényegében a specifikáció az nagyjából úgy néz ki, hogy általában 8-as tárcán kérik, minimum 4-5 színnek kell megjelennie a 8 növényből. Megvan az, hogy hány bimbónak kell, tehát hogy legyen rajta bimbó, egy száron hány virág plusz bimbó legyen, a magasság, úristen, mehetünk, igen, jó, tehát okay. Elég hosszú listát. Elhiszem, elhiszem. Hát ennyi. Egy marék kukoricából indultunk, lett belőle ablakmosó, vagy éppen kézfertőtlenítő, de lett belőle hőenergia és orchidea is, de a legfontosabb, és erre próbáltam igazából a videóban rávilágítani, ha a rothasztható hulladékot otthon külön gyűjtjük, és az a megfelelő helyre jut, akkor abból energia keletkezik. Márpedig energiából elég csak az idei nyár napi energiafogyasztási rekordjaira gondolni, egyre több kell majd, szóval lényegében minden egyes dinnyehéj számít. A videóm a Mohu támogatásával készült.